Dicsőség az Úrnak, ismét itt vagyunk a péntek esti biblia elemzés fog következni, azaz értelmezése a Máté evangéliumával kezdjük természetesen, új testamentummal, és hát többen jeleztétek, hogy ezt milyen jó lenne átvenni, nem csak a Máté evangéliumát, az egész új testamentumi szentírás, meg aztán természetesen az ótestamentumból is, mert Úr Jézus Krisztus, mikor jött, azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényeket eltörölje, hanem azért, hogy betöltse a betöltés a szeretet által minden egyes igét. És hát az ige is azt mondja, hogy ki mindvégig a parancsolatokat betartja, hitnemes harcát megküzdi, annak korona kerül majd a fejére, úgyhogy ezt csak Szent Szellem által újjá születve tudjuk végigcsinálni, mert magunktól, mi erőnkből, farizeusi erőből, ebből semmi jó nem fog kisülni, csak az fogják azok a személyek észrevenni, hogy az elragadtatásban nem vettek részt, hanem itt maradtak a Földön. Na de, kezdjük el akkor a Máté evangéliumával, és a Máté evangélium első fejezet ugye avval kezdődik, hogy Krisztus nemzetség táblája Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Na most ezt a első fejezetet kihagyjuk, ezt mindenki olvassa el, ki kitől született, ez le van itt a nírva, a legvégén van az, Jákob nemzé Józsefet, férje Mária, akitől született Jézus Krisztusnak neveztetik. Ez a végét olvastam, 16. igeverset. És kedves testvéreim, folytatván a 18. ige verse első fejezetnél vagyunk. Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetve Józsefnak, mielőtt egybe keltek volna, viselősnek találtaték Szent Szellem által. Szent Szellem, ugye tudjuk a Szent Hármasságból, Atya, Fiú, Szent Szellem, majd most már ugye az egész evangéliumot fogjuk venni, fogunk találkozni, mert hogy Szent Hármasság van és Szent Szellem van, és nincsen Szent Lélek. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ilyen nincsen, ez egy nagyon rossz fordításból eredendője van így fordítva, de ez csak Magyarországon van így, az egész világ minden táján Szent Szellem van írva, de itt Magyarországon Szent Lélek van. És akik szent lelkeznek, azok butaságot beszélnek, mert semmiféle Szent Lélek nincsen, hanem Szent Szellem van. Mint ahogy itt most olvasom, Szent Szellemtől fogant viselős lett Mária, szóval nem emberi testből születette Úr Jézus Krisztus. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Szóval mégis is, ugye mire gondol az ember, hát a József is erre gondolt, el a Mária engemet valakivel megcsalt, hát én mostan éjjel elküldöm, befejeztem vele a pályafutásomat, gondolta József. Na de Isten mit mondott Józsefről, hogy ő igaz ember volt? Na most, ha ő igaz ember volt, akkor Istennek a hangját is meghallotta. Mert az igaz emberek meghallják az Istennek a hangját, csak azok nem hallják meg, akinek hemzseg az életébe a bűn. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent neki, mondta József, Dávidnak fia. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van. Figyeljetek, mi történt. Szülj pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Miből kell megszabadulni? Bűnökből. Miből kell megtérni? Bűneinkből. Az igazi megtérés, hogy fölismered a bűneidet, és meg kell tőle szabadulni, mert bűnös ember nem fogja meglátni senki a mennyek országát. Nagyon sokan hazug tanításokat tanítanak, hemzseg a bűn az életükbe, és az egész gyülekezetükbe, és ennyi. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott vala, az ő profét által, aki így szólt. Íme,
Szűz fogant méhében, és szül fiat, annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk van Isten. József pedig álomba felserkenvén úgy tett, mint az Úr angyala a parancsolta neki, feleségét magához vette. És nem ismeri őt, míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát, nevezi annak nevét Jézusnak. Szóval itt semmiféle szeretkedés nem volt, mindaddig, míg föl nem szabadult a Mária, és azok meg nem szülte Úr Jézus Krisztust, mert utána aztán majd még több gyermeket szülte Mária Józsefnek, amit a katolikus papok nagyon nagy szeretettel tudnak hazudni, hogy Mária szűz volt. Végig az maradt. Nem igaz ez, mert gyermeket is, Jakobot is Jézusnak testvére volt, testi testvére. Mikor pedig megszületik vala, Jézus Júdeai Betlehembe, Herodes király idejében, imé napkeleti bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván. Napkeleti bölcsek, ezek csillagászok, csillag tudománnyal foglalkoztak, szóval ezek nem gyósok voltak, mint horoszkópok, meg ezek, meg azok, ez jóslás, hanem a napkeleti bölcsek, maga a csillagászat, az egy bölcsesség, az egy nem bölcsesség, hanem napkeleti bölcsek, hát ugye így írja a Szentírás, de maga a csillagászat az egy elfogadott tudomány, és hát valóban van csillag, ők ebben nem hazudnak, és megfejtették ennek a jelentéseit, és így ki is derül, figyeljetek, hol van a zsidók király, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövének, hogy imádjuk őt. Úgyhogy látták már fönn az égbe, hogy Úr Jézus Krisztusnak meg kell születnie. Szóval ez nem horoszkóp, hanem ők ezek a keleti bölcsek, ugye? Herodes király pedig ezt halván megrémülve, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybe gyűjtve minden főpapot, népi írástudót, tudakozók vala tőlük, hol kell Krisztusnak megszületni. Azok pedig mondanék el Júdabeli Betlehemben, mert így írta meg a proféta, ugye? Ótestamentumban ezek mind meg vannak írva. Szóval az Ótestamentumot is azért kell erőteljesen tisztában lennünk és tudnunk, mert az maga olyan, mint egy jó alap a háznak. Egy jó alapot csinálsz, házat ráépíted, itt tudjuk, a alap maga a kőszikla Úr Jézus Krisztus, arra kell építkezni, és az a ház nem fog eldőlni. Itt egy-egy keresztényről van szó, és aki Úr Jézus Krisztusra építkezik, hite van benne, annak aztán jöhet bármilyen csapás a fejére, nem fog meginogni, mert Istenben bízik. Amen. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd a népemet, Izraelt. Szóval Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy a Izraelt megtérésre juttassa. Ekkor Herodes titkon hivatván a bölcseket. Szorgalmatosan megtudakolva tőlük a csillag megjelenésének idejét. Még az idejét is tudta. És elküldvén őket Betlehembe, mondá nekik, elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, imádjam őt. Ne, de Herodes itt már egy borzasztó nagyot hazudott. Ő imádni, dehogy is, kinyírni akarta. Mindahogy ezt majd a igéből fogjuk tenni, milyen aranyos volt ez a hora, Herodes. Úgy hazudott, mint a vízfolyás. Hasonlított nagyon sok evangélistára, nagyon sok vezetőre. Figyeljetek! Ők pedig a király beszédét meghallgatván elindulának, és ímé a csillag, melyet a napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek volt. Azért képzeljétek el ez Istennek ez a csodálatos nagy dolgát. Az egekben jeleket adott, ugye tudjuk a Szentírásban többször is ez elhangzik, a Jézus Krisztus szavában is,
hogy még az a csillag először is meg kellett ismerniük kellett, hogy Jézus Krisztus ugye meg a csillagát, és időben is, és ott állt meg az a csillag, ahol Úr Jézus Krisztus tartózkodott. Ami nagy dolog ám, ez kellett testvérem. Ilyet csak Isten tud csinálni, senki más. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. Mert akkor tudták, hogy helyben vagyunk, itt van. Így született le a Mesiás. És bemenvén házba ott találják a gyermeket anyjával, Máriával. Leborulván imádják őt, kincseiket kitárván ajándékokat adának nekik, aranyat, tömjént és mirhát. Szóval ők valóban tiszta szívből örültek, és ők is úgy voltak már, mint egy jó ökölvívó, az is nagyon hamar rájött, hogy jobb adni, mint kapni. Na de nagyon-nagyon sok keresztének az életében, és főképpen a vezetők életében, akik a mammonnak eladták magukat, azok nem az adakozáson vannak, hanem azok csak kapni szeretnének. Menjünk tovább, 12-es igevers. És mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, másúton térjenek vissza hazájukba. Szóval itt álomban már jött az Úr angyala, és jelezte nekik, ne arra menjetek vissza. Mert a Herodesnak megmondták volna, az egy bűt volna föl, hogy kinyírja a gyermeket. Mindahogy tette is, majd mindjárt fogunk vele találkozni, milyen aranyos volt ez a Herodes. Mikor pedig azok visszatérnek valat, ímé megjelenének Úrnak angyala, Józsefnek álmában, és mondá, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Herodes halálra fogja keresni a gyermeket. Na most ugye Józsefről tudjuk azt, hogy ács volt, gondoljátok azt el, hogy az ács munkát ezt akkor neki abba kellett hagyni. És ő nem állt neki vitatkozni Istennel, nekem munkám van, be kell fejedni, hogy tartom el a családot, meg ilyeneket, amit úgy szoktak mondani sok-sok keresztény, és első neki a munka, aztán majd megint első ez, első az, aztán majd jöhet az Úr. Sokan vannak így. Ez a József fogta és megcselekedte. Ő pedig fölkevén vevé a gyermeket, annak anyját éjjel Egyiptomba távozott már éjjel. Fölkelt, már mentek is. Szóval nem lázadozott, mert azt egyébként úgy mondják, hogy lázadás. Bármit teszel Isten elé, lázadás. Még egyszer mondom. Bármilyen dolgot teszel Isten elé, az lázadás. És ott volt az egész Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szólt. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. És ez megvan profétálva az Ótestamentumban. Szóval az Ótestamentum egyfajtában az is Jézusról szól, nem? És a zsidó népről. 16-os igevers. Ekkor Herodes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodik, kiküldvén megölette a Betlehembe annak egész környékén minden gyermeket. Két esztendőstől és azon alul az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Szóval ott az egész környéket ez a piszkos lelkületű Herodes legyilkolta. Két éves gyermekeket, képzeljétek el. Ilyen aranyos vezető volt. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás proféta mondott, amidőn így szólt. Szó hallatszott rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiát, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Ugye ez a Herodes kinyíratta a két éves gyermekeket, mint ott az egész környéken. És a Jeremiás profétedeket megírta. Ezt csak azoknak mondogatom és azért emlegetem, mert vannak olyan elvetemült tanítók, akik ezt mondják, Ótestamentum kuka, így szó szerint idéztem őket. Felháborít, amit ők beszélnek. Mikor pedig
Heródes meghalt, íme Úrnak angyala megjelenék álomban Jézus Józsefnak Egyiptomban. S mondák, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek halálát keresték. Ő pedig felkelvén magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földjére. És mikor pedig hallá, hogy Júdeában Akherius uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén nem mert oda menni, hanem mint hogy álomban megintették, Galilea vidékére tért. És odajutván lakodék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fogják őt hívni. Harmadik fejezet, keresztelő János. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. És ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván kiáltó szó a pusztába, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Már megint csak Ézsaiás próféta az Ótestamentumban már ezt előre megírta. Egyengessétek az Úr útját, és meg kell térni. Ezek kulcsszavak. Ennek a Jánosnak ruhája pedig teveszőrből volt, és bőről volt a dereka körül, elesége pedig sáska, erdei méz. Ekkor kiméne hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea, Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa Jordán vizébe, vallást téve az ő bűneiről. Szóval ne kerüljük el, amit elkerülnek nagyon sokan, mielőtt megkeresztelkednek, ugye több helyen is írja az ige, hogy keresztel valljátok meg bűneiteket, keresztelkedjetek meg, ezek ezt megtették és megkeresztelkedtek. Mert ha előtte keresztelkezd be adod, mikor a vízbe bemerítenek tégedet, az azt jelenti, hogy átadod az egész életedet Istennek, azaz testedet, lelkedet, szellemedet, és onnettól kezdve ugye bűnös nem lehetsz, mert hogy adod át a lelkedet, meg a testedet, meg a szellemedet, ha tele vagy bűnnel, és nem vallottad meg. És ezért kell megvallani, mert mikor már bemerítkezünk, akkor már onnettól kezdve megpecsételjük, hogy az Úré vagyunk Istené. Na most mindenki nézze meg a sok-sok keresztényt, hogy ki az Úré, ki adta át igazán az életét. Mert nagyon sokan azt hiszik, vasárnap elszaladnak a gyülekezetbe, ott alszanak egy óra hosszát, hazajönnek, és ez így rendben van. Ez így nincs rendben. Ez nem megtérés. Menjünk tovább. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok, szadduceusok körül sokan mennek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondá nekik, figyelj. Mérges kígyók fajzata, így kezdte ez a János, na? Nem dicsérgette őket, én úgy látom. Mérges kígyók fajzatai. Kicsoda intett meg titeket, hogy Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Mert lesz Istennek a haragja, kitöltetik, ez pont a múlt héten, szombaton ez volt a tanítás, hogy Isten haragja kitöltetik. És most holnap a armagedoni csata lesz, ez folytatódik majd, úgyhogy az épül arra a tanításra. És hogy már itt erről profétának is beszél ez a János, hogy Isten haragja. Igen, lesz ám Istennek a haragja. Isten csak azért hagyja ezt a sok-sok elvetemült bűnös embert, mert mindvégig azért van kegyelem, hogy megtérésre jussanak. Hát, hogyha majd hónap, vagy ma, vagy hónap után valamikor csak megtér. Isten erre vár. Azt mondja, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Szóval, mit mond majd maga Jézus is, fogunk találkozni vele, ugye később mondja majd, hogy nézzétek meg a gyümölcseiket.
Gyümölcseiről ismeritek meg az embert, hogy hol van. Gyümölcseiről. Nem amiket a szájával kimondod, egy dolog. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban. Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. És a fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Szóval akinek nincsenek jó gyümölcsei, mehető evangelizálni, hazudgálhat, vagy beszélhet szépet, vagy még az evangéliumot is úgy olvassa, úgy hirdete, hogy az van, de gyümölcs nincsen mögötte, a fejsze ott van a gyökéren, és az egész fa ki van vágva. Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, de aki utánam jön hatalmasan nálamnál, akinek sarulját hordni sem vagyok méltó, ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel meg majd titeket. Szóval ez a János, keresztelő János, érdekes, hogy már előre tudta azt, hogy majd fog jönni egy Úr Jézus Krisztus, és ő nagyon kicsike hozzá, ő csak az elő utat csinálja neki, és tudta azt, hogy ő Szent Szellem által fog majd keresztelni, és tűzzel. Szóval magyarul, aki megkeresztelkedett Istenben, ugye, akkor abban a szemébe a tüzet kell látnod, a Szent Szellemet, és ha Szent Szellem van benne, akkor szeretet van benne, és nincs telve hazugsággal, kétszínűséggel, és hadd ne soroljam azt a rengeteg sok bűnt, ami hemzseg sok-sok vezetőben is. Akinek a szóró lapát van a kezében, és megtisztítja az ő szélvét, és az ő gabonáját csürbe takarja, a polyvát pedig megégetteti oltalmatlan tűzze. Magyarul az ocsút szétválaszza a búzától, az a polyva néven is ismert a ocsú, mikor szétválik egymástól. Így fogja szétválasztani az ördög munkásait és Isten munkásait Úr Jézus Krisztus. Ő fogja ezt, hiszen róla beszél János. És ez így is lesz, és lesz majd a legeslegutolsó ítélet. Nem akarok mindjárt végére venni, úgyis fogunk vele találkozni a Szentírásban folyamatosan, hogy lesznek ítéletek, nem úgy lesznek, ahogy ezek a hazug tanítók hazudják, hogy dőj hátra, megyünk a mennybe. Nem így lesz, ezt majd az ige fogja leigazolni, nem nekem kell itt igazolgat kapni, hanem az ige írja le, én nekem csak annyi a feladatom, hogy az igaz evangéliumot hirdessem, ne tegyek hozzá, ne vegyek el. És mindenki fogja érteni, és tanácsolom mind azoknak, akik ott vannak a Vatikán alatti gyülekezetekben, karizmatikus és egyházakban, hogy hallgassák ezeket a tanításokat, hát ha Isten ébredést ad néktek, és leveszi a vaklátó szemüveget, ahogy le van írva a Szentírásban, fogunk vele találkozni. Én népem szaladj ki onnét, hogy ne kapjál ő csapásaiból. Ekkor eljöve Jézus Galileából Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. Jánoszom azonban visszatartja vala őt mondván, ha nékem kell általad megkeresztelkedni, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nékünk. Minden igazságot betöltenünk, ekkor engedett néki. Ennek így kell lenni, akkor tudsz csak igazán munkába állni, ha megkeresztelkedsz, de ott már bűn nem lehet a te életedbe, mint ahogy ezt Úr Jézus Krisztus is tette. Nagyon-nagyon figyeljetek, hát ezt elsőképpen tanácsolnám a vezetőknek, hogy ezeket az igéket nagyon figyelje meg, ami még ezután fog következni, főképpen, hogy Úr Jézus Krisztus, ugye tudjuk azt, hogy bűnmentes volt. Úgyhogy őt simán be lehetett meríteni, nem kellett bűnmegvallást tennie, mert ő bűntelen volt mindvégig. Ő volt az egyetlen a Földön, aki ezt végigcsinálta.
És Jézus megkeresztelkedén azon a kijövő vízből, és íme egek megnyilának neki, és ő látta az Istennek szellemét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállni. Szóval ennek a Jánosnak meg kell ugye említenünk, hogy szellemi látása is volt, Isten megnyitotta a szellemi szemeit is neki, hiszen látta, hogy a Szent Szellem rászállt maga Úr Jézus Krisztusra galamb formájába. Senki nem látta, pedig nagyon nagy tömeg volt ott, de ő egyedül látta. És íme egy égi hang, ezt mondja vala, az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez volt mennyei atya, aki ezt kijelentette, és a negyedik fejezetbe megyünk bele. Nyilván tudjuk azt mindnyáján, hogy annak idején ezek az evangéliumok meg a jelenés mind egybe volt írva, nem voltak így fejezetekre szétszedve. De hálát adunk Istennek, hogy ezt valaki megtette, biztos, hogy isteni zsugallatra, mert így sokkal könnyebb értelmezni, hogy éppen hol tartunk. Most a negyedik fejezetbe megyünk bele. Akkor Jézus vitették szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Szóval a pusztába került, a szellem vitte oda ki őtet, hogy az ördög megkísértse. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezik. Figyeljetek! Minden egyes szolgálatban, aki beszeretne állni, ez a 40 napos böjtöt nem kerülheti ki. Annak idején, mikor én is egyik gyülekezethez tartoztam, és jártunk ki evangelizálni, és ott egy személy azt mondta nekem akkor, ez már jó rég volt. Mondta, hogy ő 40 napot böjtött, és így profétált akkor nekem. Te se kerülheted ki ezt a 40 napos böjtöt. És mennyire igaza volt neki, azóta 40 napot többször böjtöltem, főleg abban az időkben, az elejében, mert másképp szolgálatban nem lehet állni. Mert a böjttel megalázzuk a testet, és az ige azt mondja, kevélyeknek ellenáll az Úr, alázatosokat fölemeli. Egyrészt, kettő, ilyenkor megfeszítjük a testet is, és ilyenkor az Úrhoz közelebb kerülünk, könnyebben halljuk az ő hangját. Úgyhogy nagyon nagy értékes dolog és nagyon nagy bölcsesség van maga a böjtbe. Nem véletlenül kezdte ezt maga Úr Jézus Krisztusnak is szüksége volt rá, pedig ő bűntelen volt, akkor nekünk nincs rá szükségünk. Mi kikerülhetjük ezeket? Nem. És hozzámenvén a kísértő mondta neki, ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy ő kövek változzanak a kenyerekké. Ugye tudta azt az ördög, hogy Úr Jézus Krisztus, vagy Istennek az embere olyan hittel rendelkezik, hogy bizony még a kövek is kenyerekké átváltanak. De Jézus ebben nem játszadott, ne kísérd a te Urad Istenedet, de nem akarom fejbe elmondani, mert ugyanezt írja majd a Szentírás, hanem olvasom tovább. Ő pedig felelvén mondá, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Szóval nem csak kenyérrel, nem csak a testeddel kell foglalkozni, hanem az ige maga Úr Jézus Krisztus szellemi kenyere le van írva konkrétan, és aki igéből nem él, és az ige nem változik kenyérre az ő szívébe, az meg se ismerte Istent. Menjünk tovább. Ekkor őt az ördög Szentvárosba vitte, és oda helyezte a templom tetejére. És mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva, figyeljetek! Az ördög is az igével jött. És ki kell jelentenem, szomorú helyzet van. Hát az ördög jobban ismeri a Szentírás, mint a keresztények. Ha van, aki el se olvassa az igét, semmi köze nincs az igéhez. És elhiszi azt, hogy ő keresztény, még csak kereszténynek se keresztény. Mert amúgy hívőnek kell lenni, Jézus ezt mondta. Az ő angyalainak parancsol belőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábaidat kőbe. Mondta ezt
Az ördög. Ördög. Az igével jött Jézusnak. Figyeljetek, mit mond Jézus. Mondanék ki Jézus, viszont, megvan írva, ő is az igével jött. Ne kísérd az uradat a te istenedet. Szóval, amit tudod, hogy le van írva konkrétan, és a írásokkal szemben mész, nem azt cselekszed, ami le van írva. Kísérted a te uradat és a te istenedet. És ezt Jézus nem tette meg. Ismét egy igen magas helyre vitte őt az ördög. És megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondta nekik, mindedeket néked adom, ha leborulván imádsz. Ekkor mondta neki Jézus, eredj el sátán, mert megvan írva, az urat a te istenedet imád, és csak néki szolgálj. Itt mit akarunk mondani? Úr Jézus Krisztus nem azt mondta, te ördög, ne hazudjál. Ha valóban az egész világ neki van adva. Keresztények olyan szépen átszolgáltattak mindent a e világ istenének, hogy még csak na. Sőt, mi több? A kedves keresztények és vezetők, ugye elsősorban a vezetők voltak ennek a fő bűn bajai, bementek a Vatikán alá. Annyira szeretik e világ istenét. Menjünk tovább, az ige mit mond. És ekkor elhagyja őt az ördög, és íme angyalok jövének hozzá, és szolgálnak vala néki. Hú, ez egy kulcs szó. Figyeljétek meg, végig megy a böjt, az ördög jön, és ahogy az ige is mondja, hogy állj ellene háromszor is elszaladt tőled, ezt Úr Jézus Krisztus megcsinálta, ellenállt az ördögnek, és aztán még egyszer felolvasott. Mi történt, hogy állt a szolgálatban? Ekkor elhagyja őt az ördög, hogy elkísértése semmire sem ment, eltakarodott tőle az ördög. És íme angyalok jövelek hozzá, és szolgálnak vala néki. Szóval, kedves testvéreim, böjtbe kell menni, Isten hangját hallani, és akkor az ördögnek ellenállni, és ekkor az Úr angyalai fognak jönni, és szolgálnak felénk, amiért imádkozunk, és minden egyes imádságainkkal lehetőséget adunk az angyaloknak arra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket el kell végezni. Hiszen a szellemvilágban nem a mi testünk fogja elvégezni, hanem szellemi lények, és ezért mondja Pál apostol is majd többször, hogy szeretnék szellemben is imádkozni. Megyek tovább. Mikor pedig meghal a Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatér a Galileából. És oda hagyva názáreti elméne, lakozik a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali határain. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, így szólván. Zebulonnak földje, Naftalinak földje, tenger felé Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, mert sötétségben ül, vala, lát a nagy világosságot, és akik a halálnak földjében, árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Szóval, ahogy Úr Jézus Krisztus megjelent, sötétségben voltak az emberek, sötétség árnyékában, de Úr Jézus Krisztus megjelent, és világosságot láttak. Ettől fogva kezdve Jézus prédikálni, és ezt mondvá, térjetek meg, elvekezte. Térjetek meg, mert elközelgette a mennyeknek országa. Jézus előhívja az első tanítványait. És akkor pedig a Galileai tenger mellett járt, Jézus látta két testvért, Simont, akit Péternek neveztek, Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek vala, mert halászok voltak. És mondta nekik, kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek benneteket. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat követték őt. Figyeljétek ezt? Azonnal. Hát hiszen most is azt mondta Úr Jézus Krisztus, aki engem követni akar,
az nem méltó hozzám, ha nem hagyja el a szülei, gyermekeit, stb., és kövessen engemet. Vegye fel az ő maga keresztjét, és kövesse. Most is ugyanez van, de majd fogunk vele találkozni ezzel az igével, amit az imént mondtam, mert hogy ezek a halászok, nézzétek meg, gondolkodás nélkül abban a pillanatban Úr Jézust követték. És onnan tovább menne, látta más két testvér, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, annak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették vala, és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót, atyukat követték őt. Na figyeljetek! Ezek elhagyták a hajót, az összes vagyonukat, amivel keresték a pénzüket, és még a saját édesapjukat is. Na Isten áldan, édesapám, megyünk Jézussal. Mentek. Ez volt az igazi követés. Jézus betegeket gyógyított, és bejárta Jézus az egész Galileát tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget, minden erőtlenséget. Szóval hirdette az evangéliumot csak azért, mert Jézus követőjévé kell, hogy várjon mindenki. És mit cselekedett? Evangéliumot hirdette, és minden betegséget gyógyított. És elrejtve az ő híre, elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzá vitették mindazokat, akik rosszul voltak, különféle betegségekben, kínokban sínlődtek, ördöngősöket, holdkórosokat, gutaütötteket gyógyítva valameg őket. Szóval itt már tudjuk azt, hogy a betegség az ördögtől származik, de majd ezt mélyebben kifejti a Szentírás. Szóval minden egyes betegség, ha valakinek betegség üti fel a fejét az életében, bizony az ördög bent van. Ha tetszik ez néked, ha nem tetszik, de sok vezető és inkább az hazudja, azt tanítja, mert ő maga is beteg, vagy műtik, vagy stb., hogy ez az én keresztem, ezt kell hordozni. Ez egy hazug farizeusi tanítás. És nagy sokaság követte őt Galileából, 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából, Jordánon túlról. Úr Jézus elkezdő hegyi beszédet. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felmenni a hegyre, és amint leül vala, hozzá mennének az ő tanítványai. És megnyitván száját tanítja vala őket mondván. Boldogok a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. Szóval aki szellemi szegénységben van, de vágyódása van, és a szellem iránt kell vágyódni, nem a testi vágyakat szolgálni, hogy a Pál apostol erről majd nagyon sokat fog tanítani, hogy ó, Uram, én nem tudtam azt, hogy neki van, de ez is bűn. Ott kezdődik a bűn. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, a szelidek. Nem azt mondja, hogy a szelidek mennek a mennyok országába, a földet fogják örökségül bírni. Boldog, akik éhezik, szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Szóval aki keresi az igaz utat, maga az ige is azt mondja Jézus Krisztus, hogy keres, kutass, és fogsz találni. Keres, kutass, meg fogod az igazságot találni, amit a Szentírás ír, mert az igazság sok-sok pásztor szájában nincsen, de tanítónak, de vezetőnek se, mert sokan járnak a széles úton, írja az ige, sok hamis apostol, tanító, pásztor, proféták fognak az utolsó időben megjelenni. Rengetegen vannak valóban, úgyhogy az igazság nem ott van, hanem az igazság itt van a Szentírásban. És nincs más igazság. Boldogok azok irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Na, mit megállunk? Azt mondja a Szentírás, hogy ő az egész szívedet akarja. Félszívű követőt az Úr nem szereti. Nincs is az Úrnál félszívű követő. A kétszínű. Kétszínű, kétszívű. Az nincs az Úrnál. A tiszta szívűek látják meg az Istent, akinek tiszta a szíve.
Magyarul nem hemzseg a hazugságok az ő életébe, a sok-sok bűn, azok soha nem fogják Istent meglátni. Boldogok a békesség lényekedők, mert ők Isten fiainak mondatnak, akik békességet akarnak. Azt, hogy valaki az igazságot, az embernek a fejére rátolja, azaz szembesíti. Az nem azt jelenti, hogy ő nem a békesség embere. Nem az a békesség, hogy tudom, hogy hazugságot tanít, és akkor szemet hunyok fölött. Á, nem szólok, hát én nagyon békés vagyok, úgy szeretem őt, csak hadd hazugáljon továbbra is. Nem, így sokkal nagyobb a tét. Egyszer hazug a tanító, vagy hazug az apostol, az a sok-sok bárány, aki ő hozzá tartozik, az az birka kiképzést csinál, és a vágóhídra viszi őket, amit most látunk a nagyvilágban. Az egyház mind ott van a Vatikán alatt, majd ezt az ige fogja ezt is leigazolni. Nem csak én mondom, hanem az ige mondja. És ki az ige? Maga Isten. Szóval, kedves testvérei, nem azt jelenti, hogy az a békés szívű, aki még a gazmagra is ráhallgat, hazugságot beszél, és akkor ölegesjük, azt nagyon szeretjük őtet. Szétválasztjuk a bűnt, de nem tudunk egyesülni velük. Maga Pál apostol is azt mondja, hogy ilyenekkel együtt még csak ne is egyél. Akik a hazugságot szólják, kétszínűek, saját magukat fényezik állandóan. Ez tiszta testbű van, és maga a test az ördögnek a munkása. Boldogok a békességre igyekszők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságét, mert övék a mennyek országa. A mennyek országa azok, akik háborúságot szenvednek az igazságét, akik kitartanak a Szentírás mellett, és szembe mennek a hazugokkal. Na, azoké a mennyek országa. Ezt jól vésse mindenki a szívében. Nem a bólingatos Jánoséké, aki minden bűnre rábólingat és egyesül vele. Nem azok látják meg a mennyek országát, hogy látnák meg, föl se kerülnek. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak, háborgatnak titeket, mindenféle gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem. Ha hol vagyunk, ha már apostolok is hazudnak? Na, és ez Magyarországon van. Tudnák egy pár példát mondani. Ma Isten indít, el fogom mondani. Örüljetek és örvendezetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Az igazakat mindig háborgatni fogják, nem hagyják békén. Tüskök bogarat szórnak rá, a hamisak. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetitek el a hegyen épített várost. A gyertyát sem azért gyújtsák meg, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, hogy fényék mind azoknak, akik a hátban vannak, magyarul, aki újjá születik, világító lámpa legyen a környezetének. De a mai világban az igazság nem sok embernek kell. Ezt is tudjuk. Úgy fényék a ti világosságotok emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokot. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Szóval itt semmiféle törvény nincsen eltörölve, hanem Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy azt be kell tölteni minden törvényt, amit most ma úgy mondja, hogy parancsolat. Hát ugyanaz, testvérem, neked, amelyik szimpatikusabb, akkor te hívd parancsolatnak. De minden parancsolatot, hiszen az ige is azt mondja, ki mind végig az én parancsolataimat betartotta, annak a mennyben korona kerül a fejére. Szóval mit mond? Betartottad a parancsolatot, azaz betöltötted szeretettel. Nem ám az a szeretet. Valaki Isten sugallatára azt mondja neki az Úr, mint a Józsefnek, hogy menj ki abból az országból, és azt mondja az Úr annak a személynek, aki böjtöl és Isten megjelenik, vagy álmában, hogy figyelj, menj ki abból a angyos gyülekezetből. Szaladj ki, én népem, szaladj ki a mennyet.
És akkor utána a pásztor meg az egész hálózat vezetője tücsköd bagarat szórnak rá. Csak azért, mert ott hagyta sok langyos hazugot. Hát bizony, ilyen kereszténység van. Ilyen vezetők vannak. Sajnos, tisztelet a kivételnek. Szóval a törvény nem lett eltörölve. Itt mondja Jézus-e. Ha valaki más mond, az hazudik, hazuggá teszi Istent. Elég súlyos beszéde van annak, aki azt beri mondani, hogy mi rángad már nem vonatkozik. Mert bizony mondom nektek, míg az ég a föld elmúlik a törvényből, egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg be nem teljesedik. Na most képzeld el, bedobod a ótestamentumot a kukába, hogy ezt mondják sokan. Elvetemült vezetők. Hát akkor hogy tud beteljesedni? Itt így, egy jóta, egy pontocska el nem veszhet. Ha valaki azért csak egyet is megront-e, legkisebb parancsolatok, hallott parancsolat, nem kívánságműsor az Isten országa, bedobod a 2 forintot automatával, egy kapucsinót kész. Ez nem. Parancsolatok vannak. Parancsolatok körül, és úgy tanítja az embereket, figyelj, a mennyek országában legkisebb lesz. Ott lesz a föld alatt. Olyan kicsi lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, hogy meg is cselekszed, és úgy tanítod, hogy tanítod, úgy, ahogy a Szentírás mondja. Az a mennyeknek országában nagy részem. Megmondom nektek, hogyha ti igazságotok nem több az írástudók, farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országában. Na most megint itt meg kell említeni, igen nagy veszélyben vannak az apostolok, pásztorok, tanítók, proféták, ahogy az ige is írja, hogy sok hazug tanító, apostol, pásztor, proféta fog utolsó időben megjelenni. És tényleg sok tanító van. A hálózat vezetői hazudnak. Össze-vissza. Mert testi keresztények, de itt még egyszer felolvasom, igazán nekik szól ez. Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok, nem több az írás tudók, és a farizeusok igazságánál semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Szóval ezek a mennyek országába semmiképp nem fognak fönt lenni a mennyek országába. Ezek el vannak ájóva maguk körül, dőzsőnek, a lóvét hajtják, és így tovább. Ez az ő feladatuk. És a hazugságot szólják a gyülekezetekben. Hallottátok, hogy megmondatott régieknek, ne ölj, mert aki öl, mért az ítéletre. Én pedig ezt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ott nélkül. Méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja az ő atya fiának hitvány, méltó a főtörvényszékre, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gyehen a tüzére. Szóval figyeljetek ide, a példabeszédek ír a nyelvünk hatalmára. Benne van az életünk, benne van a halálunk, nyelvünkben van a betegségünk, nyelvünkben van a gyógyulásunk. Na most ki mint beszél, hogy forgatja az ő nyelvét, ki mint vet, úgy arat. De egy biztos, ha haragszol atyád tiára ok nélkül, ítélet alá fogsz nagyon esni. Akkor ugye az ige is azt mondja, hogy megbocsájtam, hogy mennyei atyánk, ha te is megbocsájtasz, aki ellened vétkedett. Azért, ha te ajándékod az oltára viszed, és ott emlékezetedbe jut, hogy a te atyádjának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt. Te ajándékodat menj el előbb, békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Hát ezek az írások, ezek nem szólnak a vezetőknek. Nincs odaírva, hogy ez a bárányoknak kell ezt így megcselekedni. Azoknak is. A vezetőknek is. És ha vezetőknek valami problémája van, menjen oda és beszélje meg.
Ne azt csinálj, hogy szóba sáll vele. Miért? Azért, mert a vezetőnek nem volt igaza. Van ilyen, nem sok. Ha sok vezető lázadós volt, aképpen lett vezető. Föllázadt, kijött az egyházból, és lázadóként folytatta tovább a tevékenységeit. Elmentek ezek bocsánatot kérni? Vagy valakire hazugságot szóltak, mert sok ilyen vezetőt ismerünk. Hálózatvezetőt is ismerünk, ilyet, aki hazudik, mint a vízfolyás. És az igazságot szemébe mondják, kidülöd a szemem, mikor volt ez a vízipók tévéműsora, a nagy szemme. Vannak ilyen vezetők, bizony, kedves testvéreim. Ők is emberek, nem születtek újjá Szent Szellem által, a Szent Szellem által újjá születne nem volna a Vatikán alá, ha alatt a Szent Szellem által újjá születne, akkor igazi szeretet volna benne, ha Szent Szellem által újjá születne, 99 igazat ott hagyja, elmegy az, az egyé, aki esetleg valami oknál fogva fölállt a gyülekezetből, elmegy és elbeszélget vele, hogy miért? Miért tetted ezt, testvérem? És akkor elmondja, hogy mibe sérült bele. De ezt nem tették meg. Persze, ha jó zsíros volt az ő zsebe, akkor azt megtették, akkor azonnal utána mentek, mert a pénzt azt nagyon szeretik, de hozzáteszem, hogy ilyeneket nem is küldenek ki a gyülekedetből. Lehet parázna bármilyen bűnbe, ő még szavazati jogot is kap, aki pénzzel rendelkezik. Légy jó akarod a te ellenségednek, hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen bíró kezébe ne adjon, bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlözbe ne vessenek tégedet. Mert bizony mondom néked, ki nem jössz te onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráznánk, hogy. Én pedig ezt mondom néktek, hogyha valaki asszonyra tekint, gonosz kívánságokáért immár paráználkodott az ő szívébe. Már bűnös. Nem kell, hogy még le is feküdjél vele. Már bűnös vagy. Miért mondja ezt Úr Jézus Krisztus? Lehet asszonyra nézni, gondolatok ne jöjjenek mellé, mert a parádnaság szellemiségét beengeded a te életedbe, és addig úgyse fogsz nyugodni ez a test, illetve az a parádnaság szellem, aki benned van, hogy ne is kövesd el. Én azt hiszem, hogy ebben elég ismerős dolgot mondtam. Mert a parádnaság szelleme mindenkit elkapott szinte az élet során. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, várj ki azt is, vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested egy ehanába vettessék. Na most itt nagyon sokan járkálnának kéz nélkül, meg láb nélkül, ugye? Ez így volna. Ezt úgy kell értelmezni, hogy van egy gyülekezet, és egy gyülekezetben mondjuk a jobb kéz parádnaságba esett a Mariska, vagy a Józsi bácsi. Na most őtet figyelmeztetni kell, hogy hagyja el ezt a bűnét, ha nem, akkor meg ki kell vetni a gyülekezetből, mert a parádnaság szelleme ott van a többinek is az életében. Na most ez lehet gyilkosság is, hazugság is, nem csak a parádnaság, itt a parádnaság címén van ez az ige fölhozva, de ennek az a jelentősége, hogy meg kell tisztítani a gyülekezetet, ki kell tisztítani onnét a hazugság szellemiségét, az lehet, hogy az a Józsi bácsi parádnaság szellemiségét, az lehet a Mariska néni, és így tovább lehetne folytatni a bűnökkel. És akkor megtisztulna a gyülekezet, egy biztos lehetsz, hogy felétű alább lecsökkenne, abba biztos lehetsz, mert minden gyülekezetben ezek a bűnök hemzsegenek, elvállások, stb. Úgy válnak el, mint a nagyvilágiak, a keresztények is. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el tagjait közül sem, hogy az egész tested gyehenára vettessék. Megmondatod továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adja neki elvállásról való levelet. Ez volt a Ótestamentum. De én pedig azt mondom néktek, Jézus mondja, valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül. Szóval nem paráználkodott az asszony. Valami más volt, vezekedett sokat veled, és így tovább, és így tovább. Paráznává teszi azt, aki elvál.
És aki elbocsájtott asszonyt veszel, paráználkodik ő is. Na most ezt, ha komolyan vennék, Isten félelemben volnának ezek a keresztények, meg vezetők, ha nem egy vezetőről tudjuk, hogy elvált másikat vett feleségül, nem egy vezetőről tudjuk azt, hogy háromszor elvált, mert háromszor bukott meg a paráznaságba, vezető pásztorról beszélünk, kedves testvéreim. Na most ezek milyen mintát mutattak? Szerintetek ők hova fognak kerülni? Hát gyermára. Hát, hogy elképzeljétek a mennyek országába. Hát akkor lehet paráználkodni, lehet elválni, akkor lehet lopni is ugyanúgy. Meg hazudni is, meg mindent lehet, meg homokosnak is lehet lenni. Ugye, mert azt tudjuk, hogy ez is egy nagy fertő most már a mai világban. Ismét hallottátok, hogy megmondatott régeiknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd Úrnak tett esküdet. Mikor a befogadó imát elmondtad, testvére, azt utána minden ugyanúgy van. Hát akkor mi változott az életedbe? Se a földre merd az ő lábainak zsámolja, szóval ne esküdözzél, se a Jeruzsálemre merd az a hatalmas királynak városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszál sem tehetsz fehéré vagy feketé, hanem ti beszédetek legyen az igen, nem, nem. Ami pedig ezen felül vagyok, a gonosztól van. A sok beszédnek sok az alja. A sok beszéd a gonosztól van. És össze-vissza fecsegés ígérget, és nem teljesíti. Gonosztól van. Hú, ezt egy se veszik komolyan a keresztények, még a vezetők se. Tisztelet a kivétel. Hallottátok megmondatot szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcol üt téged, jobb fel fordítsd oda fel a másik arcodat. Szóval akkor úgy látom, Úr Jézus Krisztus jó bekeményített, mert a szeretet itt kezdődik. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen a gonosznak. 39-es ige verse volt, 40-es se folytatom. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te elsorolhatod, adod a néki, a felsőt is. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki, aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok megmondatot, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áll mind a igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanezt cselekszik. Bólingattok egymásnak, igen, akkor azt nagyon szereted, azt meghívod, akkor együtt bográcsoltok, akár igazságot a szemedbe tolja, arra meg tücsköd bogarat mondasz. Na ez a kétszínűség, és nem a szeretet. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Egyszer az ige azt írja, hogy ti legyetek tökéletesek. Mind ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes, akkor itt a Szentírás tudassa azt velünk, hogy itt a Földön tökéletességre kell jutnunk. Akkor fogunk a mennyek országába kerülni csak. Na de valakinek többet ér a mammon szerelme, az már átadta a lelkét az ördögnek. Egy imádsággal bezárjuk, kedves testvéreim, 5. fejezetnek a végére értünk. Innét fogjuk következő héten folytatni, az Úr is úgy akarja. Amen. Egy imádsággal bezárjuk. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked a mai alkalomért, Uram. Köszönjük neked, atyám, hogy Úr Jézus Krisztusnak a beszédjét, Uram, tanulmányozhatjuk. Köszönjük neked, atyám, hogy a te szent szellemed segít nekünk ebbe, és nem kell nekünk fejből okoskodni, Uram, farizeusi menetet tanítani, Uram, hanem a te szent szellemed kijelenti, hogy mit értett az alatt, Uram Istenem. És hogy az igédben írod jelenések utolsó írásaiban, Uram,
hogy ehhez ne tégy hozzá, ne végy el, mert aki hozzátesz, csapásokat fog kapni, aki meg elvesz, le van írva, húzzák az élet könyvéből. Uram, ezért hálásak vagyunk neked, hogy a te Szent Szellemed itt van velünk, lakodás vett a mi szívünkben, Uram, és te Szent Szellemed által tűzzel, hatalommal szólhatjuk az igaz evangéliumot Jézus Krisztus nevében. Amen. Áldottak legyetek. Amen.